Egyetlen kör van hátra a 2021-es világbajnokságból, és az első két helyen a két bajnok aspiráns, Hamilton jelen pillanatban a világbajnok, ha így futnak be, de így futnak-e be? Eldobja-e bármelyikük is, tudja-e tartani ezt a tempót Hamilton, melyikük lesz hidegebb? Mármint fejben, egy utolsó kör, Hamilton 800-szor Verstappen bedobja és belé, és belé, és ő nyithatja a hátsó szárnyát, mert a vonalnál ő volt előrébb. De nem is lesz nyitás, mert hogy az újraindításnál vagyunk, úgyhogy most csak a cigázás folyik az egyenesben, ezért lesz majd egy figyelmeztetés, jön vissza szélárnyékban Hamilton. És megpróbál visszabújni, messze van tőle Hamilton, talán belőre tudja tenni, nem? Nagyon mélyet fékez, Verstappen nagyon mélyet fékez, rosszul gyorsít ki a kanyarból, Hamilton vissza fog támadni a 9-es kanyar felé. Jön a szélárnyékból, jön a szélárnyékból, külső íve Hamilton, Verstappen belül! Megtartja! És még mindig ő van előre, és ebben a pillanatban Hamilton már nem fog tudni visszatámadni, Verstappen a gumi előnyben elmegy! Egy kanyar hátra Verstappennek, befordul a 16-osba! És a 2021-es év világbajnoka Max Verstappen! Milyen vége volt ennek a világbajnokságnak, ez elképesztő! Max Verstappen, you are the world champion! The world champion! Felejtsenek el mindent, ami 1950 óta történt. Valami olyat láttunk ma, ami soha nem volt még a Forma 1-es pályákon, sőt, nagyon kevés sportág mondhatja ezt magáról. Nem tudom, hogy ez egy színházi előadás lenne, akkor leborulva gratulálnék a dramaturgnak, meg a rendezőnek, én nem tudom, ez hogy jött össze, Máté. Most szerintem kinyomjuk magunkat, és csak nézzük meg, hallgassuk. A Mercedes oldalán a tragédia, meg a dráma, a Red Bull oldalán pedig a hihetetlen, valahonnan a haláltorkából visszajöttek, és ezt Nicolas Latifi ütközése hozta össze.